Ösztönözni kell a fiatalokat, hogy az agrárszakmák felé is forduljanak, hangzott el az Egri Kereskedelmi Iskolában. A mezőgazdasági képzések népszerűsítését és az oktatás minőségi javítását szolgálja az a konferencia, amelyet hazai és határon túli szakközépiskolák között szerveznek. Április közepén 4 hazai agrárszakképzőiskola vezetői mellett többek között Szerbiából, Erdélyből, Szlovákiából érkeznek oktatók és diákok. A találkozónak az Egri Keri ad otthont. Ami az agrárjövőt illeti, a képzés, továbbképzés, felnőttek át továbbképzésével kapcsolatos témakörök, a vidék népesség megtartó szerepével összefüggő teendőink határon túl is aktuálisak, de idehaza is, tehát lesz miről beszélgetnünk. A programban koordináló szerepet tölt be a Rákóczi Szövetség, akik 2011-ben kötöttek stratégiai megállapodást a várossal. Ennek részeként a határon túli magyar fiatalok szakmai gyakorlatot tölthetnek Egerben. Egy felvidéki, egy kárpátaljai, egy délvidéki vagy egy erdélyi ottani magyar szakképzőiskolát nézünk, mindenütt más a helyzet, mindenütt mások a problémák, de ugyanakkor vannak olyan szakmai csomópontok, amikből az ideérkező tanárok és diákok meríteni tudnak. A konferenciát április 19-e és 21-e között rendezik városunkban. A 3 nap alatt megemlékeznek a Vincellér képzés 115. évfordulójáról, bor és pálinka versenyt szerveznek, és az agrár szakképzés jövőjéről tartanak szakmai fórumot.